Sárkánybőrbe bújt gyerekek, kitűnő zenészek és gólyalábasok is szórakoztatták a nagy érdeműt Nyírbátorban. A Nemzetközi Utcaszínházi kavalkád pénteken indult és 3 napon át tartott a városban. A Szárnyas Sárkány Hete idén is igazi nyári kulturális csemege volt. Nyírbátor misztikus állata a sárkány. Ez összefügg a bátori családdal és az őt övező valamennyi mondával, ami a sárkányhoz köthető. Nem véletlen egyébként, hogy a város címerében, a bátoriaknak a címerében is megjelenik a sárkány, mint címerállat. A legenda igen-igen egyszerű. Annak idején, amikor a bátoriak itt éltek és ide költöztek, akkor a bátoriak egyik őse, a Vidvitéz legyőzi az ecsedi lábban uralkodó sárkányt, aki rettegésben tartja az itt élőket, és a győzelem jelképeként a 3 fogát elhozza a sárkánynak. Ez a 3 fog látszik egyébként ma a város címerében is. Ez a Nyírbátori, ez pedig már a bátoriak címere. Ám a Szárnyas Sárkány Hetére több olyan címert is összeválogattak, amelyek sárkányokat ábrázolnak. Majd a sárkány maga Nyírbátor utcáin is végigvonult. Az ünneplő tömeg végül a papok rétjénél állt meg, ahol komédiások szórakoztatták az érdeklődőket. Hölgyeim és uraim, a láthatatlan ember erőművészeti mutatványt ad elő, kihúzza magát, és vigyázállásból, kézenállásból fog átdömbörödni. Koncentráció, aki majd látja, megtapsolja. Halé! Absztrakt, vizuális mozdulatszínházi előadást is megcsodálhattak a Nyírbátorba érkezők. A piros ruhákba öltözött művészek variálható jelmezükkel újra és újra formálták önmagukat, előadásukat. A gyerekeknek, családosoknak pedig kézműves foglalkozásokkal és könnyed zenével is kedveskedtek. Az egyik zenekar meglepő módon zöldségekből alkotott hangszereket. Sárgaripából ilyen pukkantót, meg akár egy furuját is el lehet készíteni, igaz, hogy hosszabb idő kell hozzá, de meg lehet csinálni, és rendesen hangokat ad, és lehet játszani rajta. Hát van egy érdekesség, amit szoktunk használni, a régi vasboárd, amit a nagyanyáink mosásra használtak. Arra szoktunk rakni babot, meg lencsét, meg ilyesmit, és abból egy jó kis hangszert lehet, ilyen ritmus szekciót lehet elkészíteni. A zöldségzenekar mellett számos más előadót is láthattak, hallhattak az érdeklődők. A nyírbátori nagyszínpadnál többek között a Besodrom is adta a talpalávalót, a rendezvényről pedig a tüzeskedés sem maradt el. Tűzzsonglőrök mutatták be a nyírbátori legendát, a sárkány harcát.